Dicsérünk téged, hűséges Istenünk. Senki nincs olyan hűséges, mint te. Amikor az ember hűtelen, te még akkor is hűséges maradsz. Számítunk rád, Uram, és köszönöm, hogy számíthatunk rád ebben az évben. Köszönjük neked a 2023-as évet. Hálát adunk neked azért, hogy megtartottál, és itt lehetünk. És most azokért imádkozunk, Uram, akik fájdalmakkal, terhekkel, betegségekkel, gondokkal jöttek át ebben az évbe. Szabadíts meg őket, Uram. Legyen ez a mai nap is a szabadulás napja. Most azokért külön imádkozok, akik reményt vesztettek. Számukra olyan sötétnek tűnik ez az év, hogy nem látják a reménysugarat. Gyújts világosságot az ő szívükben ma itt közöttünk. Senki ne menjen úgy haza, hogy ne gyújt volna világosság a szívében. Uram, köszönjük, hogy te vagy magad a világosság. És igaz, hogy a világ hánykolódik. Igaz, hogy vihar van. Igaz, hogy sok a probléma. De te vagy a királyok királya, uraknak ura. Köszönjük neked, hogy ilyen nagy, hatalmas Istenünk van. És ilyen hűséges Istenünk van, akire mindig számíthatunk. Jézus nevében. Amen. Amen. Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntelek benneteket. Jó dolog dicsérni az Urat. Olyan kevés a szó, hogy kifejezze a szívünknek az háláját Isten fele. És mielőtt helyet foglaltok, az a kérésem, hogy a távolságot megtartva, mert tudjátok, járvány van újra, milyen járvány van? Influenza járvány van, ezért egy kicsit távolságot tartva köszöntsétek egymást nagyon sok szeretettel. De úgy fogd meg a testvérednek a kezét, hogyha véletlenül beteg meggyógyuljon. Egy külön nagy-nagy tapsot adjunk azoknak, akik először vannak körünkben. Isten hozott benneteket. Örülünk, hogy látunk benneteket. Jó helyen vagytok. És még egy nagy tapsot azoknak, akik internet előtt követtek bennünket. Az Úr áldjon meg titeket. Bárhol is vagytok, vidítson fel benneteket, erősítsen meg benneteket, töltse be a ti szükségeiteket, és tapasztaljátok meg Istennek a hűségét. Szeretnék mindenkinek nagyon áldott, boldog új évet kívánni, és az igazság az, hogy nem tudtam mindenkinek válaszolni. Nagyon-nagyon sok kedves levelet kaptunk, és kaptam személyesen is tőletek, és volt, amelyikre tudtam válaszolni, volt, amelyikre nem. De jó dolog az Urat dicsérni, jó tudni, hogy nem vagyunk egyedül, támogatjuk egymást, és nagy kegyelem, hogy megértük ezt az új évet. Ez egy ajándék. És mondtad a szomszédodnak, hogy jó, hogy itt van. Neved természetesnek. Nagyon jó, hogy itt vagy. Már ha láthatod a szomszédodat, már ez egy ok arra, hogy örvendezzél. Ne csak a problémákat lásd. Örülj annak, hogy itt van a testvéred. Örülj, hogy láthatod. És hogy te is itt vagy, és én is itt vagyok. Ha már engem látsz, már kell örüljél. Hát vannak olyanok, akik szerettek volna itt lenni, és nem lehetnek itt. Egy könyvet szeretnék a figyelmetekbe ajánlom. Van itt egy másik is, de az lehet, hogy egy kicsit a biztosítékot kiverít, úgyhogy azt csak a végére hagyjuk. Joel Osteennek egy könyve, Hogyan gondolkozz? Nagyon jó könyv. Joel Osteent az Isten ajándékként adta az egyház számára. Nagyon sok bátorító könyve jelent meg. Nem mindenki szereti, aki szereti, olvassa, aki nem, olvassa a Bibliát.
nem kötelező mindenkit szeretni. Hát az, elmész egy vendéglőben, nem minden fogás ízlik. Azért nem azt jelenti, hogy nem jó a vendéglő, csak azt nem esszük meg. Jogodban van egy kőmet, nekem nem tetszik. Attól van üdvösséged, nem aggódunk attól miattad. De ha valakinek szeretni, és meg szeretni olvasni, nem fogja megbánni. Van egy másik, ami általában kiveri a hisztit. Természet fölötti pénzügyek. És hiszek abban, hogy Isten hatalmas arra, hogy ebbe az évbe is anyagi csodákat és anyagi áttörést adjon mindannyiunknak és mindannyiunknak. És azért is érdemes elolvasni, mert hidd el, hogy az áldás az úgy kezd, valaki mondta, és nagyon jól mondta, hogy aki nem tud pénzt csinálni pénz nélkül, az pénzzel se tud. Mert már látjátok, még a világi emberek is rájöttek, hogy nem a pénz hozza a pénzt, az áldás hozza. Az Úr áldás azt tesz gazdaggá, és téged is az Úr tegyen gazdaggá. Anyagiakban is, és más dolgokban is. Ez a hét is nagyon szép leveleket kaptam, kritikákkal együtt, de ez belefért, de a legfontosabb, hogy itt lehetünk, és dicsérhetjük az Urat. Egy profétikus történetet szeretnék ma felolvasni, úgy bízok abban, hogy nektek is ez áldás lesz. Egy kicsit a 2023-as évre egyfajta profécia is, nem a legoptimálisabb, de nem is boros, mert nekünk van Istenünk. Van Istenünk, és ez óriási dolog, higgyétek el. Kérlek, hogy nyissuk ki a Bibliánkat, remélem, hogy jól sikerült a szilveszter mindenkinek, látok, nézek, egész jól néztek ki, de hogy még nagy elfelejtsem, holnap estétől bőjt, vége a beiglinek, a flekkerezésnek, 3 hétig bőjtölünk, elsősorban azért, hogy az Isten adjon mindenki számára egy nagyon sikeres évet, másodszorban szinte mindenkinek az életében vannak olyan fejezetek, amit áttörést várnak. Van akinek a családjában, van akinek az egészségében, vagy valami más területen, és ezt is tett hozzá, és az Úr fogadja kedvesen. Máté evangélium 14. részéhez kérlek, nyissátok ki a Bibliátokat, a 23. verstől egy nagyon jól ismert történetet. Az esküvőkre szoktam felolvasni, de nem tartok még egy esküvőt, ne aggódjatok, csak az esküvőkre szoktam felolvasni ezt a részt. De legyen ez az év olyan, mint egy jó esküvő. És amint elbocsátta a sokasságot, felment a hegyre magánosan imádkozni. Mikor pedig beest a ledék, egyedül volt ott. A hajó pedig én már a tenger közepén volt, a haboktól háborgattatva, mivel hogy a szél szembe fújt. Az éjszaka 1. részébe pedig hozzájuk ment Jézus a tengeren járván. És mikor látták a tanítványok, hogy ő a tengeren jár, a megrémülőnek mondván, ez kísértet, és a félelem miatt kiáltozának. De Jézus azonnal szólt hozzájuk mondván, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter pedig felelvén neki mondom, Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken. Ő pedig mondta, jövel. És Péter kiszállván a hajóból járt a vizeken, hogy Jézushoz menjen. De látva a nagy szelet megrémül-e, és amikor kezd vala merülni, kiállta mondván, Uram, tarts meg engem! Jézus pedig azonnal kinyújtván kezét megragadá őt, és mondta neki, kicsiny hitű, miért kételkedtél? És amikor beléptek a hajóba, elállt a szél. A hajóban levők pedig hozzámenvén leborulának előtte mondván, bizony, Isten fia vagy. És általmenvén eljött annak a Genezáret földére, és mikor megismerék őt, annak a helynek a lakosai szétküldének abba az egész környékben, és minden beteget hozzáhozának, és kérik vala őt, hogy csak az ő ruhájának peremét illethessék. És akik illették valam, mindnyájan meggyógyultak. Ámen. Ámen. Tudjátok, hogy ez egy kedvenc történetem, nagyon sokszor már beszéltünk rólam, de úgy érzem, hogy most így év elejére, mintha a Szentlélek ezt helyezte a szívemre, egy kicsit olyan az életünk, és lehet, hogy ez a 2023-as év is, mint ez a hajóutazás. Nem mondok újat, nektek sem, gondolom, hogy
viharban van az emberiség, és az egész föld kerekségén nagy a vihar. De nekünk egy nagy különbség van. Nekünk van Jézus Krisztusunk, aki ura a viharnak. Ő ellenőrzés előtt tartja dolgokat. És úgy kezdődik az egész történet, hogy elbocsátja a sokaságot, ő pedig visszavonul. Az egész utazásnak az egyik legnehezebb mondata ez. Nem lehetett volna úgy utazni, hogy ülj be, Uram, a hajónkba, és együtt utazzunk. Lássunk, valami baj van. De vannak olyan időszakok, amikor háttérben van az Úr, és nem látod. És most az egyik legnagyobb kihívás ebben az évben pontosan az, hogy nem látunk előre semmit. Szinte mindenki próbálkozik megfejteni, mi várható, mikor lesz vége a háborúnak, mi lesz az árakkal. Jól vagy, Ferenc? Dicsőség az Úrnak. Hogy lesz a jövő? Félelmetes jövő, mert vihar van. De van egy nagyon nagy titok, van egy pluszunk, hogy Jézus visszavonult, és mit csinált? Imádkozott. Tudod, kiért imádkozott? Tanítványokért. És most is vissza van vonulva az Úr, mert fizikálisan nem látjuk. Vannak, akik azt gondolják, hogy hát ha nem látja, akkor az nincs is, mert itt tudjuk, hogy van, sőt, hogy jobb legyen, ma itt van közöttünk. És már van itt olyan, akit ma meg is érintett az Úr. De a lényeget tudod, hogy mi? Az, hogy most ő, tudod, hol van? Az Atyánál van, és imádkozik, érted? Imádkozik, érted? Imádkozik, érted? És imádkozik, érted? És imádkozik, érted? És mondjad a szomszédodnak, hogy most az Úr imádkozik, érted? Az van megírva a Bibliában, közben jár értünk. Tudod miért? Azért, mert ő, mikor ránéz a 2023-as évre, látja minden napját ennek az évnek, neki nincs meglepetése, nagyon jól tudja, mi vár ránk, és szükségünk van Jézusnak az imájára. Nélküle nem tudnánk átmenni egyik helyről, egyik partról a másikra. És azt mondja a Biblia, hogy ő az új szövetség közben járója. Ha van szövetséged Jézus Krisztussal, akkor van közben járod. Ezért fontos, hogy elkötelezd magad Isten országa mellett, mert akkor van egyfajta biztosításod. Másképp vezetsz egy autót, ha van rajta biztosítás, és másképp, ha nincs rajta biztosítás. Remélem, ugyan nem is vezettek, hogy ne legyen biztosítás, de nem is szabadna kimenni azzal. És a mi mennyi biztosításunk nem más, mint Jézus Krisztus. Azt mondja, hogy menjetek el, én értetek meg, közben járok az Atyánál. Tudod, miért imádkozik? Hogy győztes legyél. Tudod, miért imádkozik? Hogy ez az évet sikeres legyen. Tudod, miért imádkozik? Azért, hogy ez az évet, ebben az évben győztesen, győzelemről győzelemre menjünk. Ő nem csak jókat kíván, hanem ő megtesz mindent ennek érdekében. És azt látjuk, hogy szinte profétikus, hogy beesteledőt. Egy éjszakai utazás. Amúgy sem veszélymentes a hajózás, tudjátok, többen voltatok hajón, de ez az utazás egy tipikus, sötét, kilátástalan, mi lesz? Mi az, amiben kapaszkodhatunk? Rájössz arra, hogy semmi. De valakibe viszont kapaszkodhatunk, és ez Jézus Krisztus. És nem csak a tanítványoknak, nekünk is át kell menni ilyen időszakokon. És én úgy gondolom, hogy ez az év ilyen. Sötét, hát borzongató időszak. De nem a rettegés időszaka. Mert azt mondja az ige, hogy a haboktól háborgatott. Mert azért a hajó, az nagyon sok utazás, az nagyon sok ember számára egy álom. Csodálatos. Képzeld el, hogy ott vagy a földközi tengeren, gyönyörű nagy, óriás hajón, kiszolgálnak minden, mennek a pincérek, mennek az emberek, érezd jól magad, szépen süt a nap, még januárban is jó idő van, csodálatos. De ez nem olyan utazás, hanem olyan, hogy háborgatnak.
Nem akarják, hogy és ma akárhányszor indítod el a híradódat, csak háborgatást hallasz bele. Már kell vigyázz, hogy az interneten is mit nézel, mert ilyen háborgással teli híreket hallunk végig. Ez ilyen időszak. De ebben az időszakban megjelenik Jézus. Ebben az időszakban azt mondja, egy váratlanul megjelenik az Úr. És hiszem, hogy ez az év ilyen év lesz. Igaz, hogy sok háborgással van dolgunk, de ebben az időben számíthatsz arra, hogy meglátogat téged az Úr. Akar veled találkozni, akar velünk találkozni. Ő kereste meg a tanítványait. A tanítványok el voltak foglalva a viharral, el voltak foglalva a hullámokkal, el voltak foglalva a gondokkal. Az Úr pedig azt mondja, jöttem, mert tudom, hogy szükségbe vagy. Nem csak a háborgatás időszaka, hanem a meglátogatás időszaka is. És nem csak, hogy eljött hozzájuk, mert az is csodálatos. Nekem különösen azt tetszik, hogy Jézus a vizen járva jött hozzájuk. Mert jöhetett volna úgy, hogy egyből oda megjelenik. Demonstrálta, hogy én a viharnak is az ura vagyok. Én tudok járni. Az, amitől te annyira, ami az életedet úgy csapkodja, én a fölött vagyok. A lábaim alatt vannak ezek. És téged is ide akarlak felemelni, hogy a vihar a lábad alatt legyen. Egy olyan Jézus Krisztusban hiszünk, aki ura a harboknak, ura a háborúknak, ura a hullámoknak, ura a viharnak. Jézus Krisztus ura a te életed viharainak is. Akkor a vihart nem tudott csapni az ellenség, hogy ő zavarba jöjjön. Azon gondolkoztam sokszor, hogy hogyan utazhatott Jézus, hogy vajon a hullámok őt is emelték, vagy simán, azt nem tudom, de majd megkérdezzük, amikor a mennybe megyünk. De egy biztos, hogy egy millimétert sem süllyedett. Ő a hullámok fölött jár. És ez reménységet ad neked, hogy őt nem temeti el, és ha őt átsegíti, ha ő ura, akkor téged is fel tud segíteni. Ő tud segíteni rajtunk. De egy olyan csodálatos üzenet is van benne, hogy nem hagy cserbe, mikor viharba vagy. Mikor senki nem tud már oda menni, mert nem tudta, senki ember nem tudott segíteni a tanítványokon. Nem tudott Péternek az anyósa oda menni, hogy drága vejem, segítsek rajtad. Nem volt a viharba. És vannak olyan nehéz állapotok és állomások, amikor emberi segítség hiába való. Nincs ki segítsen. A te viharodban egy személy tud segíteni, de ő igen. És ezt úgy hívják, hogy Názaret Jézus Krisztus. Ez a nap erről szól. Ez az év erről szól. Hogy van egy olyan Jézus Krisztusod, aki akar veled találkozni a viharban. Úgy dönt, az az igazság, drága barátaim, hogy sokszor a viharban könnyebb találkozni az Úrral, mint sétahajózás közben. Ha teljesen élményet képzeld el, utaztak volna, felkeltek volna, de csodálatos hajókázás volt. De mikor az ember nagy viharban van, tudja, hogy milyen nagy szükségem van. Uram, csak te tudsz segíteni. De nagy szükségem van rád. Akkor látogat meg az Isten, és akkor számíthatsz az Úrra, amikor a szívedben itt van ez a vágy. Uram, segíts! Az emberi segítség kevés. Most nem segítsz. Sokszor nem szeretjük ezt kihangsúlyozni, én se szeretem, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy az Isten nem mentett fel bennünket a viharoktól. A kereszténység az nem azt jelenti, hogy rá elkezdesz utazni a tengeren, és akkor két angyal fenntart, hogy nehogy a hullámok a lábujkádat megnedvesítsék. Nem. Ezt nem ígérte ő meg. Ő azt ígérte, hogy megszabadít.
És vannak olyan napok, vannak olyan hetek, vannak olyan helyzetek, amikor az ember teljesen kiszolgáltatott, hogyha az Isten megszabadít, megszabadulok, hanem nem. Innen nem tudok kijönni magam. Csak gondoljatok bele a három ifjúba. Azért, mert szolgálták az Urat, azt mondta nekik a Nabukodonozor. Berobak a tűzbe, annyi nektek. Azt mondták, hogy hát, hogyha az Isten, a mi Istenünk meg tud szabadítani. De ha nem tenni, mi akkor sem. És amikor bedobták őket a tűz közepébe, akkor kijelenik meg nekik Jézus. Lehet, hogy most te nagy tűzbe vagy, nagy viharba vagy, de van egy nagyon jó hírem, most az Úr akar veled találkozni. Valamit akar neked mondani, amit a parton nem tudott elmondani. Valamit akar neked átadni, amit nem tudott átadni. Mert valahogy mi emberek ilyenek vagyunk, hogy minél nagyobb a vihar, annál jobban tudunk kiáltani az Istenhez. Amikor pedig megjelent Jézus, összetévesztették őt. Azt mondták, ez kísértet. Tiszta ördög. Ez is egy profétikus mondat. Nagyon nehéz felismerni Istent a viharba. Mi jó van abba, hogy én ilyen nehéz helyzetben vagyok? Mondd meg nekem, pásztor, magyarázd meg ebből mi jó. Miért jó az Istennek, miért ez bárkinek, hogy én így szenvedek, minden napom egy nyomorúság, van akinek a házassága minden nap egy nyomorúság, van akinek az egészségében. Miért jó, amikor én viharba vagyok? Ha voltál nagy viharba, de jó nagyba, akkor ezek a kérdések bizony eszedbe jutottak. És legtöbbször az ember azt gondolja, hát a vihar, hát akkor ez nem lehet csak az ördög. Viharban már csak az ördög látogat meg. Nem. Olyan meglátogatásban soha nem tapasztalt, mint nagy viharban. Érdekes tapasztalatot, vannak olyan pillanatok, hát ez az három ifjú is, a tűz közepén kivel találkozik? Krisztussal. Nem mentett fel az Úr a viharból. Ezt nem tudom ígérni, hogy a 2023 évben nem lesz vihar, de egyet igen, hogyha hűségesen kiáltunk az Úrhoz, fogunk vele találkozni. Minél nagyobb a vihar, annál inkább légy kész, hogy az Isten akar veled szóba állni. Valamit akar neked mondani, valamire akar tanítani. És nem fog engedni, hogy elsüllyedjél. Ezt már most mondd meg, mielőtt a barátod vagy a testvéred, aki melletted van elfenetteni. Mondd meg, egy biztos nem fogja engedni, hogy elsüllyedj. Rászámíthatsz, mert az átszegzett keze elég erős arra, hogy megtartson. Az ég és a föld elmúlik, de az ő beszéde is soha el nem múlnak. Soha nem hagy cserbe az Isten. Lehet átmenetileg vihar az életedbe, de ez nem azt jelenti, hogy elhagyott. Bizonyára sok hajó volt még akkoriban a Genezáret taván. De ezt a hajót a mennyből is kísérték, és figyelte az Úr, és nézte, mindjárt megtelt. De már nem bírják sokáig. Atyám, indulhatok? Ott van Péter. Ott van János. Ott vannak a barátaim. És csak egyszer szólt az atya, most mehetsz, fiam. Drága barátom, hidd el, hogy az Úr készenlétbe áll, hogy téged megszabadítson, mert nem rövidült meg az Úr kezdve, hogy meg ne szabadítana. Nem változott az Úr, hogy meg ne szabadítana. Nincsen az Úrnál változás, vagy változásnak árnyéka. Lehetnek viharok. De egy biztos, hogy Istenre számíthatsz, és nem fog cserbe hagyni. Nehéz felismerni Istent a viharba. Legtöbbször az ember az, ekkora csapás, hogy érhetett engem, mintha hallanám valakinek közületek a beszédét most. Mit vétettem, hogy ilyen nehéz helyzetben, ezt nem épp így szoktátok mondani, kerültem én. Az Úr azt mondja, én vagyok. Nem kísértet, nem tragédia.
Én vagyok, én jöttem hozzád. Megvan írva, hogy akik az Istent szeretik, hányan szeretitek az Istent? Azt mondja a Biblia, minden az ő javukat szolgálja azoknak, akik az Isten szeretik. Lehet, hogy értjük, lehet, hogy nem értjük, ez akkor is igaz. Románul úgy jön, hogy a javukat szolgálja. A baj azon fog dolgozni, hogy neked jobb legyen. Javadra fordítja. Mert Isten az, aki a problémákat a javadra fordítja. Mikor kijössz belőle, akkor látod, jó, hát azért csak tényleg jó volt. A 84. Zsoltár azt mondja, boldog ember az, akinek bizodalma te vagy. Ha itt pont lenne, akkor azt mondanám, de jó, halleluja, amen. De hanem úgy folytatódik ez a Zsoltár, hogy átmenvén a síralom völgyén forrását teszik azt, és utána pedig úgy folytatja, hogy erőről erőre jutnak, győzelemről, mindaddig, míg megjelennek az Úr előtt a Sionon. Egy, azt állítja az ige, hogy nem azok a boldog emberek, akiknek nincsen problémájuk, hanem azok a boldog emberek, akik teljes szívből az Istenbe bíznak. De viszont az is megvan profétálva, hogy attól, hogy az Isten szeretjük, attól, hogy ragaszkodunk az Úrhoz, attól, hogy az ő benne bízunk, lesznek síralmas napok az életünkben. Vannak. Kár lehazudni őket. Hát, ha nem bebukna a zsebkendőgyár. És tudod, mikor fog bebukni? Mikor megjelenik Jézus a felhőkben. Mert azt mondja az ég, hogy akkor jön, és akkor letöröl a szemünkről minden könnyet. Érdekes, ez szerepel a Bibliában. Ilyen fontosnak tartott az Úr. Ez azt jelenti, hogy addig bőkedsz. Nem szeretnénk, de azért vannak olyan napok, amikor az ember csak sírni tud és hallgatni. És mindenki átmegy rajta. Nem ijeszgetni akarlak, de mindenki átmegy. Azt mondja, boldog ember, és utána hogy megy? Hát megy a síralom völgyén. Hát hogy ez a kettő? Úgy, hogy azt jelenti, hogy át fogsz menni, nem fogsz ott ragadni, nem, a temetésed nem ott lesz a síralom völgyébe, hanem az Isten átszabad, átsegít rajta. Ez egy jó hír, hogy át fogsz menni rajta. Lehet, hogy, és az egy kicsit egy buzdítás is, hogy menj át rajta, testvér. Ne akar benne ragadni. Ne mondj le olyan hamar, hát most ebbe belekerültünk, ebből hogy jutok ki? Meg van írva, hogy át fogsz menni. 84. Zsoltár. Átmegyek a síralom völgyén. Mondjad velem együtt. Átmegyek. Átmegyek. Hogy nem tudom, de átmegyek, mert megígérte az Úr. És utána pedig tudod, mit mond? Hogy erőre jut. Erősebb leszel. Vannak olyan erőpróbák, ami csak a síralom völgyében lehet megszeretni. Olyan birkozó nincs, aki nem megy soha edzésre, egy súlyt nem vesz fel, de ő a világ legnagyobb súlyozója. Ilyen nincsen. Valamiért Isten belenged néha. Tudod miért? Hogy erősebb legyél. És még van egy nagyon jó kimenetele ennek az igének, míg megjelennek az Úr előtt a Sionon. És akkor minden könnyünk letöröl, akkor mondod, na érdemes volt kitartani. És mondjad már most a szomszédodnak, hogy érdemes kitartani. Érdemes kitartani. Lehetnek nehéz napok, de akkor is érdemes kitartani. A vihar nem azért van, hogy tönkre tegyen, hanem azért, hogy egy nap tudod, hol kössünk ki? Az Úrnak dicsőségébe, a Sionon. És a viharban mit csinál az Úr? Elkezd beszélni. Nézzétek meg! Nem azzal kezdi, hogy állítsuk meg a vihart hamar, mert mi a legtöbbször mit szólt? Uram, szabadíts meg innen, kérlek, ha lehet, a tegnap is úgy lett volna, megszabadítottál volna. Nem. A vihar kellős közepén, tudjátok, nagyon zaj van, amikor nagy hullámok vannak. És akkor mit csinál Jézus? Prédikál. Viharban van az életed? Akkor Isten akar szólni hozzád.
akkor Istennek van szava hozzád. Olyan, amit nem tudott a parton elmondani. Ha el tudta volna mondani a parton, lényugodt, elmondtam, és amit el tudott Jézus mondani a parton, elmondta. És amit el tud mondani nekünk, a gyülekezetben elmondja. De van, amikor itt vagy nem halljuk, vagy nem értjük. De a viharban akar az Úr szólni hozzád. És ilyenkor nem azt kell mondani, Uram, hát állítsd meg a vihart, aztán majd valamit szóljál, de most, hamar. Jó várni, és megadással lenni az Úr szabadításáig. Vannak dolgok az életünkben, amire egyet imádkozol, és megoldódik. Csak amikor így imádkozik az ember, szinte az az ember, és hú, de dicsőség az Úrnak. De van olyan, hogy egyet imádkozol, és nem történik semmi. És még egyet imádkozol, és akkor sem. Mert akkor az Úr akar veled beszélni. És mi szeretnénk hamar, álljon meg a vihar. Nem, az Úr akar először beszélni, és amíg nem hallod meg az Úr hangját, amit a viharba akar mondani, elmondom neked, addig fog csapjodni a hullám a hajódon. A vihar kellős közepén Istennek van szava. Akkor amit tehetünk, és ami a leggyorsabban, és a legjobb, amit mondhatunk, hogy Uram, mit akarsz nekem mondani? Mondjad. Bármit mondasz, meghallgatom. Érdeke. Amikor ilyen szívvel jövünk az Úrhoz, Uram, szólj, mert hallja a te szolgád. És most igazából ebben a viharos időben, amiben élünk, tudod, mi a menedékünk? A Bibliánk. Az Úr szava. Rá számíthatunk. Neki van szava ebben az évben, és nem aggódik ő. Nem azt mondja, fú, te 22-ben mindent már elmondtam. Van most is szava hozzánk. Csodálatos. Érzem a Szentlélek kedves jelenlétét. Reménység. Nézzétek meg, mit mond az Úr. És hiszem, hogy amit mondott az Úr a tanítványoknak, profétikus, az nekünk is. 1-3 dolgot mond az Úr. Azt mondja, hogy bízzál bennem. Bízd meg bennem. Amikor a parton vagy, és jó kemény a talaj, könnyű mondani, én hiszek az Úrba. Látja, jó Isten, úgy szeretem az Úrat, mindig elmeg templom a gyűlébe, halleluja, halleluja. Úgy könnyebb. Mikor nagy vihar van, hogy az ember azt se tudja, hogy fiú vagy lány, szóval, bocsánat, ez már nem jó kifejezés, nem jó hasonlat se. Amikor nem tudod, milyen nap van már, voltál olyan nyomások között, azt se tudod, milyen nap van, hol vagyok, Uram, mi lesz még? És akkor az Úr azt mondja neked, bízd meg bennem. Bízd meg bennem. Bennem megbízhat. A 2022-es évnek van egy nagyon fontos titka. Az összes csalódásodat, kudarcodat hagyd ott a parton. És bízd meg az Úrban. A bízd meg az Úrban, mert benne megbízhatsz. Második dolog, amit azt mondja, én vagyok. Hát én ura vagyok a helyzetednek. Nem egyedül vagy a viharba. Itt vagyok veled. Ja. Sötétben ők se nagyon látták, nem is ismerték fel, még Péter sem volt biztos benne, hogy ő Jézus. Pedig ott volt. És neked is azt mondja, hogy 2023-ban is számíthatsz rám, mert véled vagyok minden nap. Minden nap. Minden nap. Egyetlen egy nap se foglak elhagyni. Én veled vagyok. Ha vizen mégy át, nem borít el. Ha tűzben, nem éget meg. Miért? Mert én veled vagyok. Számíthatsz rám. Dicsőség az Úrnak. Olyan Jézus Krisztusunk van, aki azt mondja, veled vagyok. Mi ezt nem tudjuk egymásnak megígérni. Eddig vagyunk csak, amíg van erőnk. Utána az embernek a keze leghosszabb is csak 80 centi, vagy lehet, hogy na, hosszú kezed van, lehet 1 méteres, na oké.
De az ő átszegzett keze képes minden nap megtartani téged. Bármibe is vagy. Bármibe is vagy. És azt mondja, veled vagyok. Mondjad a szomszédodnak, az Úr üzeni neked, hogy ő veled van minden nap a világ végezetéig. És még nincs még a világnak, ezért veled van. Minden nap veled van az Úr a világ végezetéig. Minden nap veled van az Úr a világ végezetéig. Ja. Az a baj, drága barátaim, amikor nagy viharba vagyunk, akkor az ember teljesen egyedül érezze magát. Isten, egyáltalán, te látsz engemet most, Uram, én hol vagyok? Lát az Úr, és azt mondja, hogy veled vagyok. Ja. Hát de ha te velünk vagy, mondta Gedeon, akkor hogy, hol vannak a csodák? Hogy illik ez bele? Én viharba vagyok, te meg velem vagy, itt alig bírjuk merni a sok vizet, teli van a hócipő, vagy hogy van a hócipő? Azt mondtam, a hócipő teli van, de most már hó nincsen nagyon, úgyhogy ilyen, akkor csak száraz cipőre tudjuk mondani. Pampóra. Mi nagyónak. Kicsit gondban vagyok, mert van, aki kér, hogy ne humorizáljak annyit, a másik mondja, hogy humorizáljak többet, na most döntsétek el, hogy lehet csinálni, hogy jó legyen. Szóval, az Úr azt ígérte, veled van. Amen. Ez a lényeg. Ragadd meg! Gedeonnak a fejében nagyon korrekt volt a kérdés. Hát, ha az Úr velünk, akkor hol vannak a csodák? Nem az van az igaz, hogy az Úr velünk van, akkor sét a hajó. Happy day. Happy day. Nem mindig. Jézus is átment olyan állapotokon, mikor az Atya jelenlétét nem érezte. Mert elfordult tőle. Mindenki átmegy. Hát gondoljatok bele, Dániel. Ma egy hete beszéltünk Dánielről. Bedobták az oroszlánok vermébe. Semmit nem vétett. Nem azt gondolnád, ha az Úr veled van, akkor hát csak nem engedi az ő kedvencét be az oroszlánok vermébe, hát menjenek a trógerek oda. Beengedte. De sértetlenül jött ki, mert megvan, hogy átmenvén a síralom völgyén. Ne akar olyan kereszténységet, ahol semmi problémánk nincs. Halleluja, váltjuk a halleluját a hozsánnával, dicsőség az Úrnak, még időnként, de ne unjuk, és ennyi az egész. Nem. Vannak nehéz napok. És ez nem azt jelenti, hogy az Úr elhagyott. Az nem azt jelenti, hogy Isten elfelejtett. Nem azt jelenti, hogy hát ez valami... Nem tehette volna meg az Úr, hogy semmi hullám ne legyen az éjszaka. Dehogy is nem. De maga akar tanítani, hogy a hullámok között is bízd meg az Istenbe. Amikor úgy érzed, hogy már nem csak a hócipődet lepte, hanem a fejedet is ellepték a viharok, akkor is megbízhatsz az Istenbe. Ő akkor sem fog elhagyni. Pál és Silás bekerültek a börtönbe. Úgy tűnt, onnan már kimenés nem lesz. Jól elverték őket, kalodába a lábukat, jó mélyre berakták, lefeküdt aludni nyugodtan a börtönőr, ennyi volt. Igen, nem csak Pál és Silás tudták a titkot. Ilyen állapotban, ilyen viharban, ma is ugyanez működik. Hangos szóval! Ne botránkozzatok meg, hogy kiabálok, valaki azt mondta, mit ordibálok annyit. Én így prédikálok, bocsánat. Ha akarsz csendes prédikációt, akkor keresd más parit. Éjszaka, hangos szóval, dicsérték az Urat, és imádták az Urat. És az Úr hirtelen beavatkozott. És nem csupán beavatkozott, tudjátok, mi lett a történet? Azon a helyen, azonnal gyülekezet alakult. Isten a nehéz helyzetekkel már előre tudja, neki megvan, hogy mi lesz belőle, csak mi nem látjuk. Az elragadtatásig nehéz, utána már könnyen lesz, addig kell kibírni.
De ő látja, hogy mi vár ránk, nagyon jól tudja, a megoldás is megvan. Nem mondja, mit csinálják ember? Honnan vagytok, Erdély? Komplikált, nagyon komplikált. Hogy mit csinálunk? El van készítve a te szabadulásod. Ő nem improvizál. Ő neki már a megoldás megvan. Ő benne van a megoldás. Ha Jézus veled van, akkor benned van a megoldás. Benne van a megoldás. Jézus Krisztusban van a megoldás. És mondd egy harmadik dolgot. Ne félj. Ne félj. Drága barátaim, szeretnélek valamiről meggyőzni ma. Mindannyiótokat. Akármilyen híradót olvasol, akármilyen híradót nézel, Erdély TV-t vagy akármit, akkor is azt mondja neked az Úr, hogy ne félj. Ne félj. Ezt a híradót olvasd el, aki azt mondja neked, hogy ne félj. Miért? Mert veled vagyok. Ma a félelem szinte tapintható ki a világba. Számlát, gázszámlát, jaj, villanyszámla. Ma valaki felhívott, vízszámlá jött. Óriási, annyi vízszámlá jött ki, hogy körülbelül szerintem 5-10 év alatt van annyi nyugdíj, hogy kifizesse. Értsd meg, az ördög arra utazik, hogy megöljön a félelemmel. Nem attól oldod meg a problémáit, hogy félsz. Nem én mondom neked, hogy ne félj, hanem az, akit által szegeztek. Aki teremtett az eget és a földet, és azt mondja, ne félj, mert én nem hagylak el. A markaimba metszettelek fel. Fontos vagy nekem. Te a gyermekedet, ha viharba volna, elhagynád? Néznéd, hogy na, ha nem kap levegőt, akkor egy vízslagot ledugok, hogy fújok neki egy kicsit. Azt csinálnád? Az életed át kockáztatva is megmentenéd. És Jézus az életét kockáztatva mentett meg minket. Ő tudja, mit beszél. Ő átment ezen az állapoton. Senki nem megy nehezebb állapoton, mint amin átment Jézus. Tudja, mi az, hogy éjszakázás, tudja, mi az, hogy szenvedés, tudja, mi az, hogy árulás, tudja, mi az, hogy becsapás, tudja, mi az, hogy halál. Tudja, mi az, hogy fájdalom. És azt mondja, hogy de én... Ne félj, mert én veled vagyok. Ne félj. És ha az Úr veled van, akkor nincs miért félje. Nem tudom, hogy mi lesz jövő héten, nem tudom, hogy mi lesz azután, de egyet tudok, hogy ha az Úr veled van, akkor neked nem kell félned. Ő mondta. Tudjátok, hogy a félelem és a hit is attól függ, hogy mire nézel. De ez kicsit később megyek. Folytatódik a történet. Azt mondja Péter, Uram, sötét volt, ne gondolj, nem volt nekik éjjellátó szemüvege. Valami árnyat láttak ott. Ha tényleg te vagy, akkor én hozzád akarok menni. És ez is egy profétikus kép. Ketté válik a csoport. Van, aki hajózik tovább a viharban. Mondhatnánk, hát igen, de ki volt nagyobb biztonságban? Péter a vizen, vagy a többiek a hajóban? Péter. Hát majdnem belehaltak, addig is. De hidd el, hogy ez az út képviseli a keresztény útat. A Jézus Krisztushoz való menetelés, ez a kereszténység. Megyünk az Úr fele. De nem állt meg a vihar, nem azt mondta, na Péterkém, ha te ilyen bátor voltál, akkor neked itt egy perzsaszönyeget, amely vörösset, hamar, egy szirmokkal, ilyen, hogy milyen koszorús lányok, igen, hintjük itt nekik a drága lelkem, Petikém, de ügyes vagy, nagyon-nagyon jó, még csak tarts ki, még van 50 méter, 30 méter, 20 méter. Nem. Viharba kell megtanulni a vizen járni. Amikor nagyon nagy a vihar, kilátástalan a helyzet, akkor is nekünk az útunk Jézus Krisztus fele kell, és tarts ki. Péter megfogalmazta a legfontosabb problémát. Azt mondta, viharban a legfontosabb közeledni Jézushoz.
Mondjad el a szomszédodnak, viharba a legfontosabb közeledni Jézushoz. Nincs fontosabb dolog, mint közeledni az Úrhoz. Úgyis az Úr kell megtartson. Akkor nem arról kell nézni, hát, nagy vizes legyek. Jaj, egyet akarok, közelebb az Úrhoz. Nézzétek meg, mi történik. Mondtam nektek, viharban meglátogatta őt az Úr, akar vele találkozni. De nekünk is kell válaszolni rá. Neked is kell, nekem is. Mégpedig mit? Hogy én is közeled. Az Úr is közeledett hozzájuk, és ő is közeledett. Közeledjetek az Istenhez, és ő is közeledik hozzátok. Nekünk is kell lépéseket tenni. Neked is kell, és nekem is. Tégy lépéseket az Úrhoz, és meg fogod tapasztalni, hogy az Úr nem marad el. Csodálatos az Úr, hűséges az Úr. Ez a felismerés volt Péternek a legnagyobb felismerése. Viharban mit csinálja? Kiabálás nem segít. Próbáltátok? Nem érdemes sírni mindig. Hasznos, könycsatornát mos, de nem segít. De ha közeledünk az Úrhoz, az segít. Közeledt az Úrhoz, az segít. És Péter azt mondja, én egyet akarok most közeledni hozzá. Nem érdekel engem semmi. Se a hajó. Szerintem Tamás mondta, Peti, ne hülyéskedj, miért kell kockáztas? Én merem a vizet, még valahogy kibírjuk. És mindig vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy ülj nyugodtan a hajóba, úgyis elsüllyedünk, együtt hajunk meg legalább. De Péter nem meghalni akart. Ő Jézushoz akart menni. Én nem tudom, hogy közel szolgálod ma az Urat. De azokhoz szeretnék szólni, akik távolról követtétek eddig az Urat. Ha valaki tudta, hogy mit jelent távolról követni Jézust, azt úgy hívják, hogy Péter. Mert róla írja a Szentírás, hogy távolról követi őt, és utána pedig megtagadta őt. És ő azt mondta, hogy ez a lecke nekem elég volt. Én többet nem távolról akarom követni az Urat, nem kicsi egészség, s a többi telik, hanem én oda akarok menni, meg akarom szorítani az ő lábait. Én el nem engedlek, Uram, ami meg nem áldasz. Ragad meg az Urat, és csodákat fogsz átélni. Erőfeszítés, hitnek a lépése, de érdemes, higgyétek el. Beszélgettünk ma egy kicsit délbe, akartunk valami rádiózást csinálni, nem sikerült, de legalább egy beszélgetés jó volt. Hogy kell programokat csinálni, érdemes tervezni, de a legelső programot tudod mi legyen? Közelebb akarok kerülni az Istenhez. Közelebb akarok kerülni az Úrhoz. Közelébe akarok élni. Nem úgy, hogy szédelve, elmenk a gyűjjébe. Igen, láttam, de a Marinak milyen szép ruhája van. Egyszer karácsonyra kapta az Urától. Na jó van, na az is jó, kiszúrt a szemét, én olcsok ruhám van, igen. Na a másik itt van. Nem ezért, nem lézengő zsidóként kell élni. Hogy a szél erre fő, akkor eljök a gyűlibe, esik az eső, hogy megyek a gyűlibe, esik az eső, nem lehet menni. Drága barátaim, Péter a viharok legnagyobb viharában azt mondta, én most addig megyek, míg az Úrhoz megyek. Én nem érdekel. Ha meghalok, akkor legalább akkor is meghalok, de akkor is megyek az Úrhoz. Az életét kockáztatta. Ő nem gyalogolt eddig, nem volt begyakorolva, ő szokott menni a vizen, éjszakánként gyakoroltat. Nem. De olyan fontos volt neki az Úr, hogy ő azt mondta engem, ha belehalok, sem érdekel. Drága barátom, téged mi választ el az Úrtól? Hogy nem köszönt a testvér? Hogy nem köszöntöttek fel Szilveszterre? Azt mondja Pál, az Úr szeretetétől, az Istennek a szerelmétől senki el nem szakaszthat. Ilyen ember légy, hogy senki ne tudjon megállítani. Én megyek az Úr jelenlétébe, nem érdekel. Olvasom a Bibliát, és mondom, Uram, szólj. Nehéz helyzetben vagy? Vedd a Bibliádat, addig olvasd, még hallod az Úr hangját. Csak fogod hallani, és azt mondja, én vagyok. Úr vagyok. Hatalmam van. Veled vagyok. Megszabadítlak. Hó! Képzeld el Pétert.
mikor először kitette a lábát a hajóból, és kezdett menni, mert mondja, hogy járt a vizeken. Az összes 11 tanítvány addig a pillanatig mondták, hát lehet, hogy Péternek ez lesz az utolsó napja. Nem is biztos, hogy a mester, hát ki tudja, ki volt ez. De Péter attól a pillanattól tudta, igazi Péter, sziklaszirálda, megyek az Úr fele. Igaz, hogy vihar van, de nincs fontosabb. Keressétek először az Isten országát és az igazságát, és minden megadatik. A pénz az egyik legkényesebb kérdés ma. Rengetegen szidnak minket, így a pénz, pénze megy. Hallottam nem olyan rég, valaki eljött a gyülekezetbe, mondták a rokonét, hogy vigyázz ember, vigyázz, ne lehúzzanak ezek, vigyázz. Nyugodjatok meg, senkit nem húzunk le. Soha nem kötelező, sem tizedet fizetni, se adakozni. Úgy járhatsz ide a gyülekezetbe 50 évig, hogy senki nem fogja megkérdezni, hogy adtál egy 25 barit, vagy nem adtál. És úgy is jöhetsz. De neked jó, ha keresed az Isten országát, és az ő igazságát, és az Isten erre fel megajándékoz téged. Nem tudod megállni, hogy gazdag legyél. Ha akarod, se tudnád, érted? Hát Isten jó. Hát mint a gyermeked letérdel hozzád, mert drága édesapám, szeretném elmondani, éhes vagyok, reggelire szeretnék enni. Tegnap előttől megmaradt az üres jaurt, a felét, ha meg lehet, kicsit penészhez, de félretenem, ha megengeded, megeszem, ó, kélek szépen, drága. Így csinál a gyermeked? Veszi a hűtőt, figyelzzál, nehogy felborítsa. Eszik. Lehet, hogy a vendégeknek vetted, de mire nézed, az mind megvan. Éve, ami finom, csodálatos. Hát, mert otthon van. És azt mondja a Biblia, hogy Isten jobb atya, mint mi. Hát nem mondod, fiam, azért ne egyél meg két jaurtot. Hát, hogy be kéne osszuk, jó van az idénre, 1-2-24-re a következő. Drága fiam, egyed amennyit akarsz. Hát az Isten sokkal jobb atya. Rád árassza, mondja a Biblia, magot át a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek. Hát például megszabadít a cigitől. Tudod, mennyi pénzzel ajándékozza meg az Úr azokat? Itt vagytok többen, akik engem most néztek, és olyan irigyek vagytok, hogyha nem vesztek nyugtatót, majd belehaltok. Hogy igen, mennyi pénze. Még ebben a zakomba is belekötött valaki, mondta, hogy könnyű ilyen márkás zakóval venni. Köszönöm szépen, tőled kaptam ajándékba az Úr, áldjon meg, nagyon tényleg. Nem is tudtam, ilyen márkás, csak már aki mondta. De szeretném elmondani, hogy te tudod azt, hogy azért, mert nem szivarozol, mennyi pénzt adott az Úr neked, csak lovét a zsebedbe? Gyere, meg kiszámoljuk hamar. Mennyi egy csomag marosesti? Milyen szivar van most? Na ne dugda, ne tagadjátok, ti szivaraztok itt egy csomóan, ne hülyéskedjetek. Mennyi szivar? Nem, egy csomag mennyi? 25 lej, itt olcsó, jó. 25 lej. Ha beszorzod azt 365-tel, tudod mennyi jön ki, és 40 év alatt? Én kiszámoltam összeöttel előtt, azért ne bukjak le. 70 000 euró. 70 000 euró, emberek. Régi pénzben volt 40, most majdnem duplája lett. Hát persze, hogy ezt az Isten úgy ajándékba nyomja, 70 000 eurót. És ha még nem drinkizel állandóan, ott még spórolsz egy ennyit. Hát persze, hogy nem úszod meg, gyönyörű autóval jársz, szép házaddal, és magán jacket van, mint a pásztornak. Nem tudod elkerülni az Istennek az áldását, ha őt keresed. És nem azért áld meg az Úr, mert mi megérdemeljük, hanem azért egyszerűen azért, mert szívügye az Úrnak, hogy te hol laksz. Hát ha te gyermeked, nem néznéd meg, milyen márka, a fiatalok tudjátok, milyen márka, most melyik a menő márka? Milyen kell egy menő cipő vagy egy póló? Nike. Na most, hogyha képzeld el, te nagyon gazdag vagy, akkor te elmennél az ocska piacra, azt mondod, te nincsen egy olyan drögös áni.
ami 30 évvel ezelőtt csinálták. Kihalt belőle már két nagy tata és egy mama. Nem lehetne egy ilyen second handet? Kifehérítjük valahogy ezt a bugyogót, de már ez jó lenne neki is. Olyant adnál a gyermekedre? Nem a legjobbat vennéd meg? Mert az ő áldása, az téged képvisel. Ezért érdemes az Urat keresni, és első helyre. Olvastam sokszor, most a Facebookon rajta volt, de jó mondás. Helyezd az Istent az első helyre, és minden a helyére kerül. Nem a pénzért kell szolgálni az Urat. Nem a pénzért kell futni. Az Úrhoz kell futni. De amikor az Úrhoz futottak, hát csomó hallal találkoztak. Jézus nem azt mondta, na fiúk, valami leesik nekem is. Hát ti haláztatok. Hanem ő már sütött hallal fogadta. Ilyen az Úr. Kérlek téged, keresd az Úrat, ha anyagi áttörése van szükséged, neked is az üzenet, lehet, hogy vihar van. Ez azért van, mert lehet, hogy valami miért le kell fújjon rólad valamit. Lehet, hogy lyukas a pénztárcád, vagy valami egyéb probléma van, de akkor is az Úr hatalmas arra, hogy téged bőségesen megáldjon. Szaladj az Úrhoz, közelebb az Úrhoz. Minél közelebb vagyunk az Úrhoz, annál nagyobb áldás jön rá. Kenet, gyógyulás, szabadulás. Csodálatos az Úr. Nem magunk erejéből kell, hanem az ő jelenlétéből vagyunk. És Jézus megkérdezte, míg velem voltatok, fiúk, volt valamire szükségetek? Ja, tényleg nem, mert észre se vettük. De tényleg vagány volt veled, Uram. Semmiben nem volt szükségük. Nem úgy volt, na ma Péter, János, Jakab halászik, Tamás, Judás reggelizik. Hónap fordítva, nem, mindenki evett. És jó lettek. És még maradt is. Nem azt mondta, csak figyeljetek ide, látjátok, milyen nehéz esztendők vannak. Ez az öt kenyeret kell alosszuk, úgyhogy imádkozok, jó, de azért csak finoman, nehogy nekem túlzásba vigyétek. Hanem addig ettek, még maradt. Na nem akartam a pénzről beszélni, csak néha muszáj arról is, hogy a különbség, hogy a lényeget értsük meg. Jézus Krisztus tett az életed első helyére. Rohanj az Úrhoz, keresd az Urat hűséggel, és meg fogod tapasztalni, Isten hűséges, mert szeret téged. A vihar a közeledés időszaka, testvéreim. Tudjátok, kik jártak jól? A Covid-ba is? És a most, a 2023-as évben tudjátok, kik fognak jól járni? Akik az Úrhoz fognak közeledni. Ha az Úrhoz fogsz közeledni, akkor az életedben nem a dráma lesz, nem a tragédiák éve lesz, hanem a győzelem éve lesz. Közeledjetek az Istenhez, és mondja a szomszédodnak, ez az év az Istenhez való közeledés éve. Közeledj az Úrhoz. Ez azt jelenti, hogy több bibliaolvasás, több ima, több testvéri közösség, több biblia, több ima, több testvéri közösség. Drága barátaim, annyi minden teendő van. A legteendőt az első helyre, és meg fogod tapasztalni, hogy érdemes. A vízenjárás az a hitnek az útja. Az erőnk feletti. Nem Péter képessége volt, nem tátosodott meg Péter, hanem az Isten beszédéről. Azt mondja, jövel. Amikor az Úr azt mondja, jöjj, akkor lépjél. Lehet, hogy mindig azt mondja, ne menjél, de te menjél. Az Úr azt mondta, menjél, jövel. És a hitnek az útja ez, hogy az, mit mond a Biblia, azt fogom csinálni. Például, le ne menjen este a haragoddal a nap. Akkor ezt kell csinálni. Akkor lement este a harag, kész. Meg van bocsátom mindenkinek. Nem érdemli meg, de megmondta az Úr, megbocsátom. Ez jelenti az hitben járás. Nem azért, mert megérdemli, jó kedvem van, nem jó kedvem. Ez az ige. Működik. A hitben járásnak még van egy titka. Egyéni út. A te hited nem segít nekem. Én nem tudok helyetted hinni. Nem tudok egymás helyett hinni. Te tudsz jár a magad útja. Neked kell megtanulni a vízen járni. Nekem kell megtanulni. Nem tudott menni
Tamás Péterrel, senki nem tudott, egyedül kell menni. A hitnek az útja, az a te útad, azt neked kell kijárni. És hogy tudod menni, hogy tudjunk menni? Mit megjelenik az angyal Illésnek, és azt mondja, erőd felett való út van. 40 napos út áll előtted. És mit mondott, hogy mit csináljon? Egyél és így áll. Ha olvassuk az ígét, ha tanulmányozunk Istennek a beszédét, erőt nyerünk, és tudsz járni a vizen, akkor tudsz járni, másképp nem megy. Hamar elfogy az ember ereje. Hát, csalódtam. Mindenkibe csalódtam. Mindenkibe. Van is egy olyan ének, mindenkibe csalódtam. Nem sajnál senki. Most nem akartam énekelni ezt, mert nem mondják, hogy hülyéskedek. Mert a tapasztalat más. A tapasztalat az, hogy elsüllyedünk. A tapasztalat az, hogy becsapnak. A tapasztalat, hogy rosszak az emberek. De az ige azt mondja, hogy ő járj a vizen. Gyere hozzám. És mit mond az ige? Egyed az, jön az angyal, azt mondja, egyed a pogácsát, és igyed a vizet. Egyed az ígét, és töltekezd be Szent Szellemmel. A Szent Szellemmel való betöltekezés egy rendkívül fontos dolog. Ne, ha még nem vagy betöltekezve, akkor itt a végén abban a sarokban fognak imádkozni, érted? Ott lehet sorba állni, már most is állj oda, és ott betölt a Szentlélek, ott a kút. Miklós bátyám, és egy csapatot imádkozik, értetek? Mert nem csak azt mondta, ahogy mondták, ne csak együnk, ígyunk is. Ezt jól megmondták. Karácsonyra. Hagyd a hajóban azokat, akik nem akarnak veled járni. Nem, vannak emberek, akik nem akarnak veled járni. Olyan ember, képzeld el, mi lett volna? Péter, én nem hagylak, drága barátaim. Hát, hogyha ti nem jöztök. Vannak, amikor egyedül kell lépni. De akkor is menj előre. Ha senki nem jön veled, akkor is menj. Igen, ám, de hogy járt az úron, az úrnak az útján, azt látjuk, hogy közben a szél tovább fújt. A kereszténység nem arról szól, hogy nem fúj a szél, hanem arról van szó, hogy megtanult bennünket, hogy jól nézzünk. Azt mondja, igen, mikor látta a nagy szelet, rögtön elkezdett süllyedni. A hit a nem látott dolgokról való meggyőződés. Amikor a láthatatlanokat megragadjunk, akkor már kell úszogumi. És ezért fontos, hogy viharba mire nézél. Hálandon azt nézett, hallottad? Ez is meghalt. Pú, te, majdnem fiatal volt, mint én. Az is. Mi lesz? Ha pedig azt nézed, mit mondott az Úr? Hogy ne félj, mert én veled vagyok. Megtart az Úr. Ha apád és anyád elhagynának, és én veled vagyok. Jaj, hát akkor nem vagyok egyedül. Megtart az Úr. Bízd meg az Istenben. Ragadd meg az Urat, és nézd rá. Akik őrjá, honnan lehet tudni, hogy ki hova néz? Elmondom nektek, nincs itt a telefonon, de ha akarjátok, ki meg tudom oldani. Azt mondja a Biblia, akik őrján néznek, az arcuk meg nem pirul. Felvidulnak, és az arcuk meg nem pirul. Drága barátaim, ez a helyzet. Látszik rajtad, hogy kire nézel. Nagyon jól látszik. Hogyha seprővel jöttél volna, és vígabb kellene legyél sok keresztény. Hát drága barát, kereszténység, vidámság nélkül, az nem kereszténység. Azt mondja az ige, akik őrján néznek, vidámak. Nézd meg a szomszédot, hogy kire nézett. Ha tükörben nézett, ő megint mennyit híztam ember, azt a mindenét. Az is megvan írva, hogy kövérek lesznek, úgyhogy nagyon nem fog. Hát a fogyókúrások is meg. És boldogok, és kövérek. És zöldek. Nem, semmi zöld nincs most van. De valaki látott, vannak zöldek is, ők ügyesek, ők a proféciát jobban beteljesítették. Én csak az első felét. De egy biztos, hogy boldog kell legyél, vidám, felvidám. Ne elégedj meg azzal, hogy szomorú vagy. Hát tudod, hogy mennyi a gázszámlám? Nem tudom mennyi a gázszámlát, én az enyémet, az enyém is elég nekem.
De el szeretnék mondani valamit. Nézd meg, hogyha vidám leszel, hamarabb ki fogja rendelni az Úr a szükségeseket, és megadja neked az Úr azt a szintet, hogy a drágulást neveted. Ez az a szint, amit az Úr akad akar adni. Hogy mikor meglátod, hogy hogy megdrágult, neki fogsz rögni. Csak ennyi. Dicsőség az Úrnak, nekem ez apró pénz. Hát ez jelent a bővölködés. Az, hogy valaki akar aggódni, attól nem lesz több. És hidd el, hogy a házasságod is sokkal jobb, ha vidám vagy. Az asszonynak is jól esik, ha fel kell az Ura. Mi van? Hány óra van? Ilyen hajnalban 10 óra, akkor zavarsz engem? Vagy pedig felkezd, drága tündérem, de jó, hogy látlak, milyen jó. Az Úr áldjon meg egy nagyon jó napot. Házasságot karma kell tartani minden nap. Minden nap. A házasságból nem lehet kizsákmányolni. Ha csak mindig akarsz kapni egy házkapcsolatból, az ki fog ürülni. Minden nap tölteni kell. Drágám, de jó, hogy felkeltél. És hogy látlak téged, és te látsz engem. Feleségek, nem az, hogy kócos a hajad reggel, ez rendben van. Mert általában nem szoktad éjjel dajelbe rakni, gondolom. De az nincs rendben, hogy morcosan ébredsz. Hagyj engem békémet! Amikor férhez mentél, megfogadtad, mert én, akit összeadtam, az mindenkivel megeskedtem, hogy kedveskedni fog az Urának. Ez azt jelenti, hogy vigyorsz vágsz az arcodra, és nem grimázt. Hasonlít, de nem ugyanaz. Kötelező, felkezd! Drágám, hercegem! Micsoda szerencsém van! Az Isten megáldott egy ilyen hőssel, mint te. Lehet, hogy magadban azt gondolod, hogy még nagyobb hős lettem volna, nem ismertelek volna meg, de a hitnek a beszédét kell mondani, nem a láthatókra néző, meg van írva, hanem a láthatatlanokra. És már tudod mondani, ez a Biblia. Ne gondold, hogy a jó házasság azért jó, mert nekik semmi problémájuk nincsen, hanem megtanulták kezelni. Próbáljátok ki, drága testvéreim. Holnap reggeltől gyakoroljad. Felkezd, de jó, hogy látlak. És ha nagyon kócos a hajad, akkor korábban kell, míg sötét vas, nem látja az urad. Ha majd egy keszkerőt felteszel, és már is jól nézel ki. Az a bemész a fürdőszobába, fél napot fésülőt, hanem ráhúzol valamit a fejedre, ne látszódjon. De vidámnak kell lenni, mert a vidám elme orvosság, meggyógyítja a kapcsolatot. De állandóan kérdőre vonod, hogy na, ilyenkor kell felkelni. Egész este téged láttam, hol voltál eddig? Mindig ottan későn olvasol, nem tudok aludni tőled. Drága barátaim, mindenkinek van bogara. Van, akinek apró, van, akinek nagy. Meg kell tanulni hordozni. Elszervedni egymást, és mit csinálni? Vidámkodni. Ezt mondja a Biblia, aki az Úrra néz, arca felvidul, néz a szomszédodra, néz meg, mikor nézett utára az Úrra. Hát nehogy azt gondolt, hogy attól oldodnak meg a problémáid. Igen, megint, mennyi probléma van. Neked van gondviselőd, gondhordozód, van egy Istened, aki azt mondta, veled vagyok. Akkor te mit félsz? Hát a gyermeked, amelyik 5 éves, vagy 4 éves. Apukám, mennyi volt a gázszámla? Édesapám, akkor nem veszünk ma semmit karácsonyra. Tegyük el, hogy üljön ki valahogy az a villanyszámla is. Milyen sok pénzt kérnek ezek az osztrákok, mindenünket elvittek. Már alig van ott erdő a fán. Így viselkednek a gyermekek?
Mondja, édesapám, mondja, de én arra gondoltam, hogy nekem karácsonyra veszel egy iPhone-t. Mit kér, meg ülj le? Hát mi nekem sincs, ne törődj. Hát de vegyél, de nekem az kell. Na, és akkor aztán megy a... Őt nem érdekli, ő gyermek. És tudja, hogy melyik a jó. És nem érdekli őt. Hát te meg az Úr gyermeke vagy, sokkal jobban szeret téged az Úr, mint te a gyermekedet. Megtörtént velünk egy következő dolog. Sok évvel előtt, nem tudom, Zsuzsi, hol van, de valahol itt van, integessél úgy. Kérlek szépen, kicsik voltak a gyermekek. És valamelyik, azt hiszem, hogy Emma, mondták, hogy a karácsonyra szeretnének, nem tudom, milyen babát, hogy Barbie-ba, nem vagy Baby baba, nagy gyermek, nem tudom, hogy ez. Hogy hívták? Baby volt az, úgy hívták? Nagy gyermek, ekkora volt, mint egy élő gyermek. De drága is volt, mocsokul, érted? És erre valami vendégünk volt, hogy valaki is mondja neki, hogy imádkozza, ja, mondom. Még ezek imádkoznak, akkor meg kell vegyem, már nem maradjanak szégyenbe. Hallom, imádkoznak, adj uram, megünk karácsony, mondom. És képzeljétek el, az Úr meghallgatta őket. Mielőtt én megvettem, egy rokonunk, aki nem hallotta azt az imát, az Úr meghallotta, arra indította, vett neki pont olyan babát. És nem kellett, hogy kisegítsem. Még a gyermeknek az imáját is meghallgatja. Hidd el, sokkal gyorsabban haladsz, ha átadod az Úrnak, és vidám vagy feleségként, vidám vagy férként. Ha meg morcos, akkor vidámítsd meg. Mondasz neki egy viccet. Egy jó anyós viccet például. Ha nem anyós, ha anyósod, akkor csak szépen. Hát nem mondhatod például feleségednek, hogy én nem is csodálom, hogy belém szerettél. Hát ilyenkinek ilyen férje van, az nem csoda. Milyen szerencsés vagy. Ha elkezdetek poénkodni, higgyétek el, sokkal-sokkal gyorsabban megszabadulsz a problémáktól. A vihar nem arra való, hogy átad magad a depressziónak. Probléma nem... mikor lesz ebből valami? Amikor az Úr megszabadít, addig meg a, tanul meg a hullámokon járni. Vidáman. És nézz az Úrra. Honnan lehet látni, valaki az Úrra néz? Hogy vidám. Hát de vannak keresztények, hogyha nem volna 5 kiló kerőcs az arcán, kérlek szépen megijednél este tőle. Kirakhatnán a török búza közé a vadisznó, kikerülnék. Hát ez nem normális. Hát Sára 90 évesen olyan volt, hogy elrabolták. Hát melyik 90 éves rabolnák el most? Az első villanyosztopig. Ott hagynák. És meg van írva, hogy az asszonyok úgy kell viselkedjenek, mint Sára. Úgyhogy kőkeményen tessék összeszedni magatokat, 90 éves korodig nem öregedhetsz, gyönyörű kell legyen, gyönyörű. Hogy a férjed kell folyó, szorítson, ne, hogy mit néztek rám, ez enyém. Nem adom, enyém. Ez a sorsod, ez a Biblia. De ehhez tudod, mit kell? Mit mondott mama, a mama neked? Kitetted a Facebookra, aki az Auschwitzból megszabadult. Hány éves volt? 102 éves mamát látogatott meg a polgármester úr. És mit mondott, mi a titka? Humor, viccelődött, veled is viccelődött. Átment az auschwitzi horroron. Egy évet húzott le a halálgyárba. Hogy? Képzeld el, az Isten ilyen hűséges. Hát akkor nekünk, akiket az Isten megszabadított, megbocsátott a bűneinket, nyomjuk a nagy hites dumákat. És akkor hol van? Meg vagyok térve, szolgálunk elejtől fogva, ma sérvet kaptunk, de azért még meg vagyunk térve. Hogy nézzek, rá is kérdez, jaj. Kereszténység nem arról szól, hogy van egy hites pollóc, hites vagyok, hanem ragyogsz, boldog vagy, vidám vagy. Jó az Úr, és örökké van az ő kegyelme.
De férfiak, meg van írva, hogy nem lehetsz keserű kedvű. A nőnek mosolyogni kell, a férfinak kötelező. Én bosorok férfiakkal, nem lehet, elhagyjatok meg. Megfogadtad az úr előtt, elvette a feleségül, kedveskedni kell. Igen, drágám, megértettem. Erről szól a kereszténység. Miért a viha? Mert ha az úrra nézel, vidám vagy. Ha nézel rossz dolgokat, mind a vihart, igen, nézzük meg, ez a gázszámlánk. Istenem. Hát ez a vízszámla, igen. Jövőben vajon mennyi lesz? Megérjük, lelkem? Persze, hogy megéred. Az úrnak van hatalma. A túlélés egyetlen esélye krízisben. Egyetlen egy esély, hogy Jézus Krisztusra néz. Amikor a Izrael krízisbe jutott a pusztába, és a kígyók megmardosták, csak egy esély volt, nem volt kettő, nem volt alternatíva. Aki felnézett, túlélte, aki nem nézett fel, meghalt. Én nem ijeszgetni akarlak, ez a Biblia. Ahhoz, hogy vidáman és jól tud túlélni a 2023-as évet, Jézus Krisztusra kell nézni. És ha ránézünk, reményt kapunk. Ja tényleg, hát az Úr tartott meg. Eddig is Isten tartott meg. Mind voltak nehéz időszakok. És ezután is az Úr meg fog tartani. És meg fogod látni Istennek a beavatkozását. Nagy az Isten. Hú. Nagy az Isten. De történt egy kis dolog, ugye elkezdte ő is nézni a vihart, és elkezdett süllyedni. De az néha tetszik, hogy elkezdett kiabálni. Na most a kiabálás helye. Ha viharba vagy, elsüllyedtél, vagy megsüllyedtél, eltévedtél, akkor kiálts. Van egy nagyon jó hírem. Egy fantasztikus rész a történetnek, hogy az Úr nem nézte le. Nem mondta, Petikém, ez mi volt? Ő legyúlt. Ő a pisztolygőbert gyertyabelet nem oltja ki. A töredezett nátszálat nem töri el. Akkor is, ha elestél, akkor is, ha elsüllyedtél, tudd meg, számíthatsz rád. Meg az átszerzett ez a keze, ma is kész, hogy utána nyúljon. És hogy éreztem a Szentléleknek egy indítását, hogy szóljak azokhoz, akik internet előtt vagytok, vagy itt vagy a teremben, de elsüllyedtél, mint Péter, gyere az Úrhoz. Kiálts az Úrhoz, és mondjad, Uram, szabadíts meg engem, emelj fel, nem akarok elveszni, de elsüllyedtem. Lehet, hogy a gondok terheltek meg, lehet, hogy a családi viták terheltek meg, lehet, hogy valami más terhelt meg. Bármi megterhelt, azt jelenti, hogy elsüllyedtél. Mert ami a lábad alatt van, az nem nyom. Ami nyom, az azt jelenti, hogy már fenn van a fejed felett. Gyülekezeti gondokkal se kell meghalni, elég, ha Jézus meghalt. Túl kell élni. S akármi megnyomott, az már nem tenni, hogy már besüllyedtél. De akkor kiáltani kell, Uram, szabadíts meg! Nem azt mondta, hogy Uram, kérd drága Jézus, ha gondolod és meg akartál, de akaratoddal is megegyezik. Ha nem ez az én utolsó napom, de ha meg kell halni egyszer mindenkinek. Nem kiáltott, Uram, szabadíts meg! Ne nyugodj bele a süllyedésedbe! Ne törődj bele, hogyha elmerültél! Ne törődj, hát most már nem, valamikor úgy szerettem az Urat én, és most már unom az egészet. Elsüllyedtél, mindenkivel előfordul. Vannak pillanatok, amikor az ember könnyen meg tud süllyedni a gondokba, a terhekbe, vagy akár a bűnökbe, de kiálts az Úrhoz, és azt mondja az ige, amikor kiáltott, azonnal megragadta, azonnal, nem mondta, na, tessék úszni, úsztál. Hanem utána nyúlt, és azonnal kinyújtotta a kezét. Dicsőség az Úrnak. Tudod, kit ragad meg az Úr? Aki kiált. Dicsőség az Úrnak. És akkor beléptek a hajóba, elállt a szél. Mert ahol ő ott van, ott megáll a szél. Dicsőség az Úrnak. És még egy mondatot a végére, egy csodálatos mondat. Tudjátok, ha észrevettétek, felolvastam egy másik történetből is valamit. Hogy mikor kikötöttek a túlsó partra, egy csomó beteget meggyógyított Jézus.
Igazából az egész utazás a viharból a csodákba. És ez ad értelmet a viharnak. Lehet, hogy ma viharba vagy, de holnap a csodába leszel. Lehet, hogy ma viharba vagy, de vár rád a csoda. És hiszem teljes szívemből, hogy ez az Istennek az akarata, a dicséret nyugodtan jöjjön fel, ez az Istennek az akarata, ha ma viharba vagy, hogy a csodába kösz ki. Hogy tapasztald meg Istennek a csodáját az életedben, és nem csak a te életedben, hanem Isten használja nagyon sok ember hasznára és javára. Az Úr áldjon meg titeket, kérlek, álljatok fel, és dicsérjük az Urat.